A nyári időszak utáni első ülését tartotta meg Sárospatakváros önkormányzatának humánbizottsága. A 4,5 órás ülésen a legtöbbet a város költségvetését érintő kérdésekről tárgyaltak. A svájci frank emelkedése, süllyedése, a forint gyengülése, ez ugyanúgy érinti az önkormányzatot is, az önkormányzat intézményeit és az önkormányzat adósságállományát is. Az önkormányzat adóssága elérte azt a lélektani határt, amikor intézkedéseket kénytelen tenni. Ezek az intézkedések nem kellemesek, hisz megszorító intézkedések, pénzelvonással, létszámleépítéssel járó intézkedések lesznek majd, ha a testület elfogadja. A már júniusban tárgyalt Sárospatakváros 2014-ig szóló gazdasági programját újra tárgyalja majd a képviselőtestület. Az észrevételek megfogalmazása után újabb konzultációt indítanak majd. Úgy döntöttünk, hogy még egyszer kiadjuk ezt átnézésre, civil szervezeteknek, bárki tegyen hozzá, vagy tegyen javaslatot, adjon ötletet. Ezek ötletek összességét hozta vissza alpolgármesterasszony, és ezt beszéltük át. Itt sarkalatos pontként jelent meg kollégiumépítés, sajnos erre pénz nem igazán lesz. Sarkalatos pontként jelenik meg a belváros rehabilitációja és a Sárospatakot elkerülő út. A humán bizottság a református egyház megkeresését is megtárgyalta. Úgy döntöttek, támogatják a projektjüket. Egy uniós pályázati lehetőséget szeretne kihasználni, ami 50 millió forintot jelent. Önerőt nem kell hozzátenni, de a megvalósításhoz olyan intézményeket is szeretne bevonni, ami Sárospatakváros önkormányzata intézménye, mint például a Zemplén Televízió, a tájékoztatás, és különböző programokba a városi hozzáállás, hozzájárulás is kell, de jelzem, nem pénzkérdése, mindössze támogatói nyilatkozat kellett, hogy a református egyház megpályázhassa ezt a pályázati lehetőséget. A humánbizottság a Rákóczi iskola alapító okiratának módosítását is elfogadta, ez esetben az iskola új székhelyét, illetve a sportosztályt kellett feltüntetni az okiratban.